Igazi tavaszias idő fogadta a kikapcsolódni vágyókat április 7-én az Ondi Árpád-hegyi horgásztó évadnyitójával egybekötött Kádas János emlékversenyén, amelyet minden évben megrendeznek a Szerencsi Horgász Egyesület elnökének tiszteletére. Idén 49 egyéni versenyző érkezett azért, hogy a legtöbb halat fogják ki a tóból. A hagyományteremtés céljából életre hívott megmérettetésre bárki nevezhetett és bármilyen módszert alkalmazhatott. A pecások a horgászhely elfoglalása után alapos etetést követően vágtak neki a 7 óra hosszúságú versenynek. Az ötödik alkalommal kerül megrendezésre a valamikori Kádas János volt egyesületi elnök tiszteletére. Ötödik alkalommal rendezzük meg az emlékversenyt, amelyet az utóbbi két évben már egyszerre rendezünk meg az évadnyitó versenyért is. Ezzel szeretnénk némi tiszteletet adni a néhai Kádas Jánosnak, hogy Szerencs városáért a sporthorgászatot próbálta fejleszteni, egyengetni. A mai versenyen aránylag a többihez képest csúcsnevezés volt, 49 versenyző volt, aki aktívan részt is vett, ebben majdnem mindenki halat fogott, a párnak nem sikerült, ez függvény az időjárásnak, körülményeknek, de a tehetségnek, mégis nem egy olyan verseny volt, egy profi verseny, hanem inkább a tógazda jóvoltából, aki egy ingyen ebéddel megvendégelte az egész társaságot, mivel ingyenes volt a verseny, tehát ez egy összetartó, a szerencskörcsnyéki horgászoknak egy baráti találkozója volt tulajdonképpen. A telepített halak jöttek először, a ponty volt a jellemző, a keszegekből pedig a kárász, ami most ilyenkor jön, ugyanis az időjárás, illetve a víznek a hőmérséklete nagyon befolyásolja a halaknak az étvágyát, és ahogy növekszik a hőmérséklet, úgy nő a halaknak az étvágya is. A megmérettetése szép számban érkeztek a pecások, akik között szlovákok is voltak. A sporthorgászokat egyénileg értékelték a fogott súly alapján, akiknek kötelező volt a pontymatrac használata a kifogott uszonyosok kíméletes bánásmódja érdekében. Minden megkezdett kilogram egy pontnak számított. A halállományban gazdag tó különböző fajtájú halaknak ad otthont, amelyből a pecások többfélét csaltak horgukra egyedi etetőanyagaikkal. A résztvevők a verseny végén igazi magyaros gulyást fogyasztottak el, amit a nap legizgalmasabb része az eredményhirdetés követett. Az 5. Kádas János emlékverseny dobogójának képzeletbeli 3. fokára Kovács Mihály állhatott fel, a 2. helyen Molnár Zoltán végzett, míg a legeredményesebb horgász Csorba István lett.